látni a fiam. Erről nem nyitok vitát. Te nem vagy itthon, nem tudod mennyi pénz az, de tudom, 300 ezer forint. A forint, te csak abban számolsz. Igen, én abban kapom a fizetést. De itt a sokat ér, nem annyit, mint ott. Mit érsz vele? Küldjek több pénzt? Gyere át, vedd el az egész fizetésemet. Nem veszem. Azt rakjad le felé, majd jó lesz a házra. Milyen házra? Hogy milyen házra? A házunkra. Én nem megyek vissza Ukrajnába. Ja, most már Ukrajna, nem Kárpátalja. Mi van veled? Tudod, hogy értem. Mári néni újra temetve. Mári néni a rokonunk volt. Senki nem tudta, hogy milyen ágon. Egyszer megjelent a házunkban, és minden átmenet nélkül kijelentett, hogy ő Máli néni és rokon. Elhívjuk neki. Ennek egyetlen és legfőbb oka az volt, hogy mindenki szerette Máli nénit, akinek szokása volt megjelenni minden családi ünnepen, főleg születésnapon és keresztelőkön, és mosolygósra írni.